kis pezsgőt kóstolunk, ez egy 2010-es évjárat. Mi is úgy gondoltuk, hogy kötelező, mivel kapcsolataink vannak egy champagne pezsgőkészítő családdal, akik ők 1770 óta készítenek pezsgőt, hát mentoraink tulajdonképpen. Ők jöttek le tavaly augusztusba, palackoztuk le a pezsgőket, és most eljött az ideje, hogy ezeket megkóstoljuk. Fölmegyek a hegyre, lenézek a völgybe, ott látom a babát, tapik hófehérbe. Ez a ma este ez egy nagyon különleges alkalom, ugyanis itt vagyunk a Hernyák birtokon, a Hernyák Lacinál, aki nekem egy nagyon kedves barátom, és pezsgőavatás van éppen. Igen, igen, különleges alkalom ez mindenki számára, főleg a készítő, az alkotó számára, amikor pezsgőt avatunk. Nagyon nagy örömet jelent nekem is, hogy itt lehetek, és megkóstolhatom ezt a friss különlegességet. Nagy álmunk vált valóra, hogy most az első pezsgőnket kóstoljuk itt barátainkkal karöltve itt a birtokon. Ugye nekem anno a diplomamunkám is erről szólt, pezsgőkészítésből írtam, utána pedig hát hol máshol, mint Champagne-ban tanultam ezt, ott dolgoztam egy hasonló méretekkel rendelkező kis birtokon, mint amilyen a miénk is, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a két család között, olyannyira, hogy az ottani pezsgőkészítő barátunk jöttek ide Magyarországra, és 2010 nyarán, azaz mostan 15 hónapja, együtt karöltve a két család lepalackozta az első saját töltésű pezsgőnket. Ennek a gyümölcsét kóstoljuk most itt a pincénkben, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy saját magunk érleljük a saját pincénkben. Minden egyes fázisát mi kísértük végre a pezsgőnk születésének, de hát ezt tudni kell, hogy mi az első pezsgőnket kóstoljuk, még nagyon az elején járunk ennek az útnak, de azt mondom, hogy bizakodóak lehetünk, mert a minőség az kiváló.